A Nagyszeben elleni meccs volt a legnehezebb. Volt két nagyon ügyes gyerek náluk, akiket meg kellett állítanunk, és szerencsénk volt, hiszen hamar falt problémákkal küzdöttek az első negyedben. Szóval őket úgymond kivettük a játékból, és emiatt nyerni tudtunk. A szervezőktől kaptam egy osztálydíjat, és ennek természetesen nagyon örültem. Ez azt mutatta, hogy a tornán jó teljesítményt nyújtottam, amit majd próbálok a következőbbi meccseken is hozni. Az EIB-ben nemzetközi tornán számomra nagyon jó élmény volt, jó érzés volt a nemzetközi csapatokkal összemérni tudásunkat. Az utolsó mérkőzés volt szerintem a legjobb, egy küzdelmes és jó mérkőzést tudtunk játszani, ahol szerencsére nyerni tudtunk, és én úgy gondolom, hogy jól játszott a csapat. Próbáltam mindent beletenni és 110%-ra tekinteni az összes meccsen. Úgy gondolom, hogy ez sikerült, amit meg is jutalmaztak. Ez egy nagyon jó visszajelzés számomra, hogy amit belefektetek energia és idő, az egy jó úton halad.